Sziasztok, Vizer Tamás ingatlanos ügyvéd vagyok. A mai videóban egy kedves ügyfelem tanulságos esetét szeretném megosztani veletek. Ügyfelemnek a piaci árakhoz viszonyítva kedvező áron sikerült megvásárolni egy társasházban található kisméretű lakást. A tulajdonilap rendben volt, a társasház is rendben volt, alapítókiratot átnéztük, a közös költségről a közös képviselő kiállította a nullásigazolást, tehát nem volt hátralék, a házanyagi helyzete is biztató volt. A történet ott bicsaklott meg, hogy megegyezett az eladóval, hogy a szerződés aláírásakor a teljes összeget készpénzben kifizeti. Az eladó és a vevő is ragaszkodott ahhoz, hogy a szerződés a lehető leggyorsabban aláírásra kerüljön. A vevő azért, mert úgy vélte, hogy kedvező áron jut az ingatlanhoz, az eladó azért, mert pénzre volt szüksége gyorsan. Ezzel nem is lett volna gond, csak hogy a közműszolgáltatóktól nem voltak meg a megfelelő igazolások, nullás igazolások. Természetesen erre felhívtam a vevő figyelmét, javasoltam, hogy tartson vissza egy viszonylag nagyobb összeget, melyet akkor ad az eladónak, ha az igazolja, hogy a közművek is rendben vannak. A vevő nem látta ezt szükségesnek, hiszen közös tartozás nem volt, ugye tudjuk, hogy a közös költséget megörökli az új tulajdonos, a villany, gáz, víz szolgáltatásokra vonatkozóan pedig a mérőórák a lakásban voltak, láthatóan működtek, tehát nem voltak leszerelve, elzárva. Végül a szerződés megkötésre került a nullás igazolások nélkül, a birtokátruházás megtörtént, melynek során az eladó és a vevő jegyzőkönyvben rögzítette az egyes mérőórák óraállásait. Egészen eddig a pontig minden rendben is volt. A fekete leves akkor jött, amikor a gáz és a villanyóra átírását követően a vízműveket is meglátogatta az ügyfél, ahol tájékoztatták, hogy az a vízóra, amit ő látott, a gyári száma alapján nem szerepel a nyilvántartásban, tehát nincs ilyen felhasználási hely, szolgáltatási hely. Ezt követően a vevő értetlenül hívta fel az eladót, hogy mi újság a vízórával. Az eladó végül elárulta, hogy a szomszéd lakásnak van bejelentett hivatalos vízórája, a tárgyi lakásnak, ugye, ami a vételtárját képezte, csupán almérője van, a szomszéddal kell elszámolni. Gondolhatod, hogy a vevő ennek mennyire örült, vette egy lakást, amiről kiderül, hogy nem is annyira önálló, mint ahogy az be volt állítva. Ez azt jelenti, hogy időszakonként a szomszéd közreműködésére van szükség, valamint az sem elhanyagolható körülmény, hogy a szolgáltatási helyhez kapcsolódó fő elzáró csap a szomszédnál található. Tehát ha megromlik a viszony a felek között, könnyedén megszüntetheti a szomszéd a vízellátást. Ebben az esetben nyilvánvaló volt, hogy az eladónak tudomása volt erről a körülményről, illetve hogy ezt a lényegesnek mondható körülményt eltitkolta a vevő elől. Az a véleményem, hogy a vevő akár el is állhatna a szerződéstől, de legkevesebb, hogy szavatossági jogok körén belül érvényesíti igényét az eladóval szemben. A vevő nem szeretne elállni a szerződéstől, hiszen továbbra is úgy gondolja, hogy jó vételt csinált, azonban a saját vízóra kialakításának a költségeit egyértelmű, hogy az eladóra szeretné terhelni, ha azt nem fizeti meg szép szóra, akkor majd jogi úton érvényesíti ezt az igényét is. Az esetnek természetesen van megoldása, azonban a vevő sok kellemetlenségtől kímélte volna meg magát, ha kicsit szigorúbban veszi az ingatlan állapotának megvizsgálását. Azt szerencsére elmondhatjuk, hogy az emberek nagy százaléka tudja, hogy a közös költségtartozást ellenőrizni kell. A közműveket viszont sokan könnyelműen kezelik. Arra hivatkozással, hogy felveszük majd a birtokátorázási jegyzőkönyvet, addig az óraállásig majd az eladó fizeti ki a számlát, attól az óraállástól kezdve pedig majd a vevőnek küldi ki az új számlát a szolgáltató. Ez az esetek 99%-ában így is van, azonban láthatjuk, hogy előfordulnak különleges esetek. A tanulság a történetből, hogy mindig szigorúan ellenőrizzük a közműveket. Javaslom az alábbi ellenőrzési pontokat elvégezni. Kérjünk nullás igazolásokat, vagy ha nem ad ki a szolgáltató, akkor az eladóval közösen menjünk el a közműszolgáltatókhoz, vagy kérjünk tőle meghatalmazást, hogy tájékoztatást kérhessünk. Ellenőrizzük, hogy ténylegesen az eladó nevén vannak a közműszolgáltatások. Előfordulhat, hogy az eladó, aki örökölte az ingatlant, még nem iratta át, vagy esetleg egy korábbi bérlő nevén van az óra. Kérjünk számla részletezőket, és egyeztessük az órák gyári számait a számlán szereplő gyári számokkal. Ha ezeket az óvintézkedéseket megtesszük, minimálisra csökkenthetjük a kockázatokat a közművekkel kapcsolatban. Lehet, hogy az esetek 99 ában nincsen gond, de ha mi vagyunk az az 1%, akkor szívhatjuk a fogunkat. Ha az előbbi ellenőrzési listán végig megyünk, rászánjuk az időt és energiát, akkor bizony sok kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem tudtam segíteni. Ha további kérdésed van a témával a kapcsolatban, írj kommentben, vagy a leírásban megadott elérhetőségek valamelyikén.